Sziasztok! Magyarország legjobb motoros útszakaszai harmadik rész. Eljöttem a Pomáz és Esztergom közötti 1111-es számú mellékutat megnézni. Erről is több helyen olvastam már, hogy egész hosszú és jó kanyargós. Hát miután végigmentem rajta oda-vissza, elmondhatom, hogy valóban a kanyarokkal nincs is semmi probléma, de... és a hosszával se, ez a Pomáz és Esztergom között közel 30 km hosszú ez az útszakasz, de az útburkolat minősége viszont végig szar. Hogyha már néhányszor végigmentél rajta, akkor azért tudod, hogy igazán komoly kátyúk meg nyomvájuk nincsenek, tehát lehet azért menni, de úgy igazán bátran nem. Azon kívül elég sok része, a legkanyargósabb része, az ilyen fákkal elég jól két oldalról fedett szakaszokon megy. Most nem probléma, most augusztus első fele van, teljesen száraz az út, de azért el tudom képzelni, hogy ez mondjuk ősszel meg tavasszal nedves tud lenni ezeken az árnyékos helyeken, erre is érdemes odafigyelni. Ezen kívül, ami még nekem nem tetszett benne, ahogy most is halljátok, meg láthatjátok a háttérben, elég nagy ezen az útszakaszon a forgalom, és viszonylag keskeny az út, és kanyargós, nyilván azért jövünk ide, hogy kanyargós legyen, de hogyha itt elkapsz azért egy teherautót, akkor azt azért elég nehéz megelőzni, úgyhogy ez a nagy forgalom azért nem válik előre. Én el tudom képzelni, hogy esetleg hétvégén kisebb a forgalom, nem tudom, most péntek kora délután van, most rengeteg autó van sajnos itt. És arra is érdemes odafigyelni, hogy Pomázon meg Csobánkán még csak van benzinkút, meg nyilván Esztergomba is, de ezen a 30 km-es szakaszon viszont nincs, úgyhogy hát ne üres tankkal vágj neki. És mint mindig, ma sem marad el a látványosság, hiszen ha már egyszer eljöttem Esztergomig, akkor miért is ne jöttem volna le ide a Dunapartra. Itt a Mária Valéria híd, itt van nem messze az Esztergomi Bazilika, és itt az egész környék egy ilyen sétáló utca jellegű régi épületekkel, büfékkel, meg mit tudom én mivel. Ja, mondjuk nyilvános vécét azt nem találtam egyet se, úgyhogy kénytelen voltam egy bokrot keresni. Ez egyébként nekem fura, hogy egy ilyen turisták által szívesen látogatott helyen miért nincsen nyilvános vécé. Yeah,
Na, mára ennyit innen Esztergomból. Szerintem ez az útvonal sem rossz. Nekem a legnagyobb bajom az vele, hogy nagyon rossz minőségű a burkolat, egyébként elég hosszú is, és elég jók a kanyarok is. Nekem amúgy nagyon tetszene, de egyszerűen ez az útburkolat minősége, ez nem megfelelő arra, hogy úgy igazán egy rendeset menjen az ember, sajnos.